És üdvözlök mindenkit! Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy hogyan is tartsuk karban Android rendszerünket. Ugye elég elterjedtek a okostelefonok, a különböző tabletek, stb. Úgyhogy erről is szót kell ejteni most már. De ugye itt, amit most látunk a képernyőn, ez nem egy emulátor, tehát mint látható az egerem az messze van tőle, hanem ténylegesen a telefonom, az ujjammal mozgatom lefele menüt, azért, hogy ugye lezavarodjon. Szóval magát a telefonomat lehet látni a képernyőn. Azért oldottam meg így a felvételt, mert nekem így kényelmesebb lesz. Na szóval, Android operációs rendszerek karbantartása. Ugye az Android rendszer alapból egy igen gyors, még abban az esetben is, hogyha csak egy egymagos processzor druzsol alatta. Általánosságban egy nagyon gyors rendszerről van szó, viszont észrevehessük, hogy idővel lelassul. Hogy ez miért is történik? Azt úgy tudhassuk meg, hogy bemegyünk az alkalmazásokba. Itt pedig rámegyünk a foot fülre. Ugye tulajdonképpen itt mutassa azt, hogy mennyi RAM-unk is van. Ez a RAM idővel ugye akar csak a többi számítógépnél, a Windows alapú rendszereknél, vagy pedig a Linux alapú rendszereknél. Ugye használat közben úgynevezett szeméttel töltődik, tehát hogy a programok használják, és aztán későbbiekben akar becsukjuk, vagy lehetséges, hogy nem is csukjuk be, még mindig fut a háttérben, teleszemeteli a rendszer memóriáját, tehát a RAM-ot. Ezzel mit is kezdhetünk? Abban az esetben, hogyha a készüléket kikapcsoljuk, ez a RAM használat rögtön le is csökken, mivel kikapcsoláskor a sok szemét a RAM-ból törlődik. Tehát mit is csináljunk, ugye lekapcsoló gomb és kikapcsolós. Most leveszem azt a telefont, úgyhogy meg fog szakadni a dolog, és kikapcsolom. Ugye 4.4-es rendszereknél, tehát az új KitKatnél már van restart gomb is. Szintén ugyanerre a célra használhassuk. De 4.1-nél vagy 2.3-nál még ez a szokásos kikapcsoló gomb működik. Ugye egy kis időt vesz igénybe, míg a telefon újraindul. De mindjárt fogjuk látni azt is, hogy a RAM használat mennyivel visszabb esett. Mert ugye sok szemét, ahogy kitörlődött belőle. Ezt megmondom őszintén, hetente egyszer ajánlom, tehát azt, hogy mert ugye azt tudjuk, hogy az Androidnak nem szükséges az, hogy tehát éjjelre kikapcsoljuk. Nincs rá egyszerűen szüksége, ez a Symbian rendszereknek volt egy hátránya, hogy éjjelente ki kellett kapcsolni az Android rendszer, ez tökéletesen működik, akkor is, hogyha nincs kikapcsolva éjjelente, viszont én javaslom, hogy hetente egyszer még így is egy pár percre, ha másra nem is, de érdemes kikapcsolni, hogy ez a RAM is felszabaduljon, és így gyorsabb lesz a rendszer sokkalta. Nézzük is meg. Ugye most visszakapcsoltam a rendszert. Kicsit még lassú maga a telefon is, még hát ugye a képernyőn is egy kicsit láthassuk, hogy szaggat. Sajnos a átvitel ugye így nem tökéletes, de viszont jobb, mint a semmi. Ugyanúgy alkalmazások. Ugyanúgy ugye a futfül,
és láthassuk, hogy mennyivel több ramunk lett azzal, hogy csupán kikapcsoltuk és visszakapcsoltuk a telefont. Mondom, ezt érdemes hetente egyszer megcsinálni, mert fölösleges gyakrabban, ugye, mivel maga az Android bírja a gyűrődést, úgyhogy ezt nem kell éjjelente kikapcsolni, vagy mit tudom én, viszont hetente egy napot szól, egy, hetente egy nap kapcsoljuk ki, mit tudom én, erre 2 percre legalább, hogy a RAM is kicsit szabaduljon fel, így sokkal gyorsabb lesz a rendszer. Illetve, amit még javasolni tudok, ezen kívül, nyissuk meg a Play alkalmazást, csak ahol valószínű internet is kell. Amit még ugye javasolni tudok, az nem más, mint nyissuk meg a Play alkalmazást. Itt ugye elég, ha keresőben annyit beírunk, hogy cleaner. És itt találunk olyat, hogy cleaner meister. Tehát ezt az alkalmazást mindenféleképpen csak ajánlani tudom. Ez szintén kitakarítsa nem csak a RAM-ot, de a telefonban lévő összes ilyen szemetet, amit a böngésző az internetezés közben okozott, vagy esetleg ilyen programmaradva hanyok, amiket ugye kitöröltünk. Ezt mind képes eltávolítani a telefonból, úgyhogy nem csak a RAM-nak a kapacitása, nem hogy a kapacitása, hanem a telítettsége csökken, hanem magának a telefonnak a belső memóriója abból is törli a szemetet. Tehát valószínűleg még helyet is szabadít fel a telefonba. Abban az esetben, ha valakinek kevés RAM-ja van, tehát ez a 256 RAM, ami ugye már a mai világban elég kevés, ajánlom ezt a programot minden nap lefuttatni, tehát minden nap most kikapcsolni, még bekapcsolni a telefont kicsit macerás, viszont tesztet lefuttatni, mit tudom én, esténként probléma nélkül megoldható szerintem, és kitakarítsa a telefonból az összes szemetet, úgyhogy még RAM is fog felszabadulni valójában. Ennyi lett volna az, hogy is tartsuk karban Android rendszerünket. Köszönöm a figyelmet!